Sziasztok! Majd rövid novellát fogok felolvasni, mert nem nagyon van hangom. De azért remélem tetszeni fog. Fejős Éva, az igazi. Ülök a nyugályban, divás szalma kalap a fejemen, a szememet hatalmas sötét napszemüveg takarja. A Balaton haragos kék az éjszakai vihar után. Egyesek megbámulnak, nem véletlenül fektettem ennyi energiát és pénzt a testembe. Karcsú vagyok, de formás, izmos, ahol izomra van szükség, gömbölyű, ahol kell. Feszes a bőröm, hosszú a lábam, hosszú a hajam, de most begyűrtem a szalmakalapom alá. Nagyszerű a strand. Nem mondom, hogy olcsó ez a hotel, meg is lepődtem az áron, ám valamit valamiért. Könnyű feltételezni, hogy ez a barnaságom ára, azonban barnulni a Városligetben is lehet. Ahogy meg is tettem néha. Sőt, sütettem magam a Dunaharaszti kiságnál is, ahol születtem. Egészen addig hódoltam a napozásnak, míg a hivatásom miatt abban nem kellett hagynom. Ugyanis modell és vlogger vagyok, és mivel még csak 24, bízom benne, hogy egyre ismertebb és keresettebb leszek. A férjem se szereti, ha barnítom a testem. Ő a harmadik. Azt gondoltam, az igazi. Kedveli a porcelánfehérbőrt. 27 éves, focista, válogatott. Jóképű, vicces, gazdag, aranyos. Nem az esze miatt szeretem. Imád engem és a sportkocsikat. Hűséges, ezt elmesélte már az összes pletykalapnak, hogy én vagyok neki az igazi, és sosem fog félrelépni. Csak hogy a vér nem válik vízzé. Éppen most csal meg egy 19 éves tanodás csajjal. Hétvégézni is elhozta. Itt, ebben a hotelben tárgyal a külföldre szerződéséről teljes titokban a németekkel. Azt ígérte, holnap, azaz vasárnap már délben otthon lesz, és akkor elviszlek az új Verdával Velencébe, a kedvenc hoteledben lakunk, Libus, és csak hétfő este suhanunk haza. A Libus én vagyok. Legalábbis ő azt hiszi, hogy Libus vagyok. Láttam az erkéről, ahogy reggel futott a parton. Szeret napfelkeltekkor futni, alázatos a sport iránt, meg az is lehet, hogy külföldön sokra viszi, de már nem mellettem. Figyeltem az erkéről, ahogy futott, és csurgott a könnyem, hiszen Adriánt tényleg szerettem. Csak hogy kiderült, hogy senkit sem lehet megváltoztatni. Mondjuk számítottam erre természetesen. Az első férjem Kassai Tomi volt, az üzletember, akiről gyakran lehet olvasni a magazinokban. Ő a jó fiú, de homály fedi, hogy valójában milyen üzlettel foglalkozik. Megsúgom. Embereket és üzleteket közvetít egymásnak busás és adómentes jutalékért. Például kiközvetíti az egyik afrikai aranybánya kitermelési jogát, mondjuk a kazahoknak, meg ilyesmik. A világon mindenkit ismer. Gyengéi a nők. De azt mondta, hozzám hűséges lesz. Szerettem. Ő volt az első szerelmem. Gyönyörű fekete, hosszú szempillája van, és sötétkék az irisze. Barnára sült a bőre, világos ingekben és farmerben jár nyakkendő nélkül. Vagány hüblóra a csuklóján, a garázsában a 8 kocsi parkol, nem viccelek. Elhozott Dunaharasztiból, akkor ültem először bőrülésben. Ruhákat vett nekem, autót kaptam. Vacsorákat, virágcsokrokat. Csodált, és én csodáltam. Amikor megtudtam, hogy megcsalt, nem hittem el, hiszen elvett és tejben vajban fürdetett. Akkor még csak szárnypróbálgató modell voltam, ő kezdte egyengetni a pályámat. A második figyelmeztetéskor csak lefotóztattam a csajával. Aztán még egyel. Na és amikor még egyel, egy másikkal, akkor már összetört a szívem. És tudtam, hogy ezt nem ússza meg szárazon. Könyörgött, fogadkozott, de én már mentem, válni akartam. Nem tudtam már összerakni a cserepekből a szívemet. Még megmutattam neki a fotókat azzal, hogy jól mutatnak majd az újságokban. Egy lakást, egy kocsit és 40 millió forintot kaptam a hallgatásomért. Szerintem tisztességes alkú volt, nem igaz? A második férjem már az elején alkut ajánlott. Egy menő énekes, akiért bomlanak a nők. Neki is írtam el a fájdalmamat. Egy kicsit bele is bolondultam. Azt hittem, ő is belém, de előrukkolt az igazsággal. Livi, én meleg vagyok. De a rajongóim nem tudhatják, mert egy csomóan elpártolnának. Sírtam, csak nekem lehet ilyen pehjem.
Pár nap múlva Alkut ajánlott. Összeköltözünk, 2 évre összeházasodunk, hogy eloszlassuk a róla szóló meleg petykákat, szerepelünk az újságokban, így az én karrierem is beindul, fizeti az életvitelemet, és havonta ad pénzt is, mert most a tehetségkutató miatt, amihol zsűri tag, elég jól megy a szekere. Tényleg szerettem őt. De a körülmények miatt, hogy ő nem szerethet viszont úgy, ahogy én várnám, elfogadtam tőle ezt az ajánlatot. Adriánnal az elején csak titokban találkozhattam, de az énekestől 2 év után elváltam. Bár ajánlott még 1 évet, úgy látszik megkedvelte, hogy hetente jártak hozzánk a tévétől forgatni. Vagy csak a reggeli gyümölcs túlmixom ízlett neki. Adrián, ahogy szabad lettem, magához költöztetett. Várnunk kellett 1/2 évet az esküvővel, hogy ne akadjanak ki sem az ő, sem az én rajongóim. Hiszen nem volt könnyű felépítenem az Instagramon a több százezres tábort, meg a hatalmas videós nézettséget sem a csatornámon. Persze a legtöbben 12 évesek, akiknek én vagyok a bálvány, de hát ha a 30 éves anyjuk, akik öregek és konzervatívak, kiborulnának. Nekem anya és lánya is kell, úgy jobban el tudom adni a termékeket, meg magamat. Nem ejtettek a fejemre. Adriánt mindjárt lefotózom minden a rejtek helyemről a kis csajjal, ahogy smárolnak az intim napernyőjük alatt. Azt hiszi, hogy bármit megtehet. Rohacsokba fog kerülni neki a válás. Már nem bíztam a véletlenre. Házassági hűségszerződést kötöttünk. Aki félrelép, az a fele vagyonával kárpotolja a csalódott felet. Igen, csalódott vagyok. De majd csak túlélem. Aztán télen... Van egy jóképű, felkapott hazai színész, aki nemrég egy hollywoodi produkcióban is szerepet kapott. 32 éves. Elvált. Balondulnak érte a csajok. Hát majd meglátjuk. Lehet, hogy ő lesz az igazi.